a lakodalmadban, de az ünnepekre készülve is egyik fő De hallod, Mari lelkem? Hát majd kettőt is halmoztak. Valaki más is van halva. Hát nem tudom. Jó Isten, de nem hallottad ki, ha megy meg? Már azt jön is, mert arra. Hát lehet, mert már nem úgy harangoznak, mintha embernek, mert az embernek hármat harangoznak, az asszonyoknak meg kettőt, meg összehúzzák a nagy harangot. Hát nem hallottam, de ha majd innen este megyünk hazafele, akkor Dani bátyám kint fog állni a kis ajtóba, ott szokott pipázni, ott lakik a templom tövébe, és akkor majd megkérdezzük tőle, hogy ki rót meg. Ő majd megmondja nekünk. Jó vagy, Isten, majd megmondott Csaunapeste, hogy innen halljuk meg a kutyóra. De komán! Hát ott az a Mari meg igen dugdossa a kezét. Mi baj van, Mari? Miért dugdossa? Jaj, nem tudok ezzel a csukseggel mit kezdeni, a Sanyi elő csak dugdosom jobbra-balra, de mindegy ezt a rossz ujján fogja meg. Mit csináljak vele, hogy ne legyen málom? Ó, Maristán! Tudod annak mi az orvossága? Hát Maristán, tekerjél arra a tyúkségre, fejét férne. De jó szoroson tekerd rá, aztán háromszor töpköd meg, hogy hű, tyúkség nyert az ujjomon. Hakölt, makölt, holnapra olyan nagy legyek, mint a kendi alán nagy segdi. Pü, múljon el! No, ezt csináld meg, Mariskám, háromszor! Azután meg, tedd a tyúkbálóval alá! No, mire az? Elrodhat? Mariskám, addig a te ujjodó tyúkság bemegy! No, de Mariskám! Nagyanyád meg panaszkodott valamelyik reggel! Megél! Mit? Hát komámaton kezdett, azon nyaga vénaton szegény, hogy ez a Mariska! Elfelejtette megint megtolyozni a tyúkokon. Úgy eleszette ki ütött csak. Aztán szarnas éjjel toltak, ott landok az alalá, a bajcsomóval alá. Jaj, nem is lehet szegény, adtam még hármat se. A tejvonalban kapargálta kifelé a bajcsomóval alól. Hey, fiatalság, bolondság, mindegy másuk jár az esze. Hát te már igaz, komámat vagy.